A Komáromi Városi Televízió szerkesztősége nevében tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Az eheti műsorunkban egyebek mellett szólunk arról, hogy készült egy weboldal, mely arra hivatott, hogy az Észak- és a Dél-Komáromi sportolási lehetőségeket foglalja össze. Emellett szó lesz arról is, hogy az 59. Jókai Napok az amatőr és diákszínjátszás központjává tették városunkat, Komáromot idén is. Reméljük érdemes lesz velünk tartani, kellemes televíziónézést kívánok! A vészkorszakot túlélő komáromiakból ma már csak hárman élnek városunkban. Szalai Vilma 6 éves volt, amikor 1944. decemberében a nyilasok elhurcolták és megölték zsidó származású édesanyját. A kislányt hónapokon át bújtatták a komáromiak. Jöttek a nyilasok, és elvitték az édesanyámat. Hálóingbe, téli kabátba. A lakásukban lakott egy katonatisztnek a felesége, és az elkapott, befogta a számot teljesen, berántott a konyhánkba, de hát a ő konyhája volt akkor, és engemet nem találtak, hát nem is gondolták, hogy egy katonatisztnek a felesége fog engemet mentegetni, ugye. Anyukát elvitték, és 2 évig nem tudtuk, hogy hova lett az anyuka, de engemet, ez volt 44. december 24-én este 7 órakor, 11 órakor már a anyuka halott volt, 14 emberről van szó. Egy katonatiszt volt közöttük, egy református néni, aki 2 zsidó gyerekét bújtatott, akit akkor megöltek, de ők szadisták lehettek, mert úgy ölték meg őket, hogy lukot kellett vésni a jégbe, mesztelenre vetkőzni és belemenni a vágba. A apáliba történt ez, én úgy maradtam meg, hogy apu megszervezte, hogyha jönnek a nyilasok, mert mindig kerestek, hogy hol a fenébe vagyok, a verk melléki szegény emberek jöttek, Szalai bácsi, kislány dugja el, hát a kislány sok helyre el volt dugva. Ha tudtak, vittek a harcsási lakók engemet be a szénalkazalba, a szalma közé. Ez a nagyon-nagyon bújdosás volt december 24-től, március végéig, amikor bejöttek Komáromba a oroszok. A deportálások 80. évfordulója alkalmából a komáromi zsidó temetőben tartott megemlékezésen nem csak az áldozatokról, hanem napjaink eseményeiről is szóltak a beszédek. Tanult-e az emberiség a vészkorszak pusztításából? Tette fel a kérdést a megemlékezés egyik szónoka. Sajnos a világ nagyon rossz irányba halad, ami a zsidóságot, a zsidóüldözést illeti. Egyes megnyilvánulások sajnos a 30-as, 40-es évekre emlékeztetnek minket. Fontos, hogy emlékezzünk, másrészt fontos, hogy levonjuk a tanulságokat. A mai világban is nagyon sok a feszültség és a kavarodás, de a legfontosabb, hogy meg tudjunk embernek maradni. És amikor hasonlót észlelünk, akkor megszólaljunk és kimondjuk azt, hogy az emberi gonoszság és az értelmetlen halál nem előrevezető út. A mai világban is a béke irányába és az emberség irányába kell fordulnunk, hogy hasonló tragédiára ne kerüljön sor. A komáromi mártírnap az emlékezésen túl egyúttal a számvetés ideje is. Ilyenkor a hitközség elmúlt egy évére, a rendezvényekre, történésekre tekintenek vissza. Azt szoktuk mondani, hogy a megemlékezés nem csak a zsidóság kötelessége és feladata, és úgy néz ki, hogy az elmúlt évben számos példát találunk arra, hogy hitközségen kívül is történtek kulturális programok, megemlékezések. A legutóbbi zsidó kultúra európai napját például a komáromi önkormányzat és a helyi városi művelődési központ szervezte. A Ján Ámosz Komenszky alapiskola tanulói pedig Hová vezetnek a kövek című projektjük keretében az iskolájuk előtti botlató kövek nyomába eredtek. Tak som sa opýtal, že či si všimli, že sú u nás pred školou nejaké kamienky v chodníku. Megkérdeztem, hogy észrevették-e a köveket az iskolán előtti járdán.
Azt mondták, hogy észre sem vették, pedig minden nap elmennek mellettük. Így hát kiszaladtunk az iskola elé, és eldöntöttük, hogy meg kell ismernünk ezeknek az embereknek a sorsát. Kidolgoztunk egy pályázatot a Szlovák Gázművek Alapítványhoz, Hová vezetnek a kövek címmel, és ennek a projektnek a kimenete, amellett, hogy ki akartuk deríteni, kik voltak ezek az emberek, és mi volt a sorsuk, tehát az volt a kimenete, hogy egy dokumentumfilmet készítünk. Ami az én családomat szorosan is érinti, az a Komenszky utcai iskola előtt elhelyezett botlatóköveknek a sorsa. 2013-ban helyezték el ezeket a köveket. Ott állt a mi családi házunk, nagyszüleimnek péksége volt, ott péküzlete, ott élt a család. A szűk családból, tisztagú családból egyedül az édesapám tért haza. Nagyon nagy hatással volt rám, hogy a családom tagjai egyszerűen megelevenedtek a filmvászonon, ugye fényképeket, dokumentumokat láttam családomról, nagyon-nagyon megható volt számomra. A komáromi zsinagógában az emlékmű egy auschwitzi kemencét ábrázol. A város és a környék zsidóságának zömét ugyanis két transporttal éppen ebbe a koncentrációs táborba szállították. Az elhurcoltak sorsán a város nyugalmazott polgármestere, Alapi Gáspár is osztozott. Ő volt az egyetlen magyarországi polgármester, aki felemelte szavát a zsidó törvények és deportálások ellen. Véleménye miatt 1944. október 17-én a nyilasok letartóztatták, és zsidópártolás vádjával előbb a Csillagerődbe, majd Dachauba hurcolták, ahol a 136.708-as számú fogolyként halt mártírhalált 65 éves korában. Komárom városa idén Alapi Gáspárt posztumusz pro urbe díjban részesítette. Szlovákia 20 éve tagja az Európai Uniónak. Jó emlékezni arra, hogy ez mit jelent számunkra. Az elmúlt időszakban több vélemény megfogalmazódik az Európai Unióval kapcsolatosan, sőt egyenesen valakik azt mondják, hogy szükségünk van nekünk egyáltalán az Európai Unióra. Talán Komárom az egyik legjobb példa arra, hogy milyen előnyöket kínál, hiszen még emlékszünk arra az időkre, amikor a határon megállítottak minket, és mondhatjuk, hogy néha zaklattak is minket az ellenőrzésekkel. De amióta a Schengeni rendszer része vagyunk, ugye az a uniónak egy belső ellenőrző része, azóta szabadon mozoghatunk. Nem csak munkahelyet találunk sokkal szélesebb választékból, hiszen emlékszünk azokra az időszakokra is, amikor magas volt a munkanélküliség, és a magyarországi oldalra tudtunk menni, esetleg munkát vállalni, de láthatjuk számos előnyét kulturális téren, gazdasági téren. Sok fiatal él az Európai Uniós tagság nyújtotta lehetőségekkel. Az idősebbek számára ezek elsősorban külföldi munkalehetőségek. Van egy természetes vérkeringés, szabadon mozoghatunk, és a szabad mozgás, a szabad munkavállalás az Európai Uniónak egy kulcsfontosságú üzenete, ami azt gondolom, hogy ebben a régióban nagyon érzünk és tudatában vagyunk ennek fontosságának. Természetesen úgy, ahogy hát hasonlíthatjuk például egy házassághoz, és hát vannak jó és rossz házasságok, és vannak a házasságban is problémás dolgok, meg kell oldani, de ez nem azt jelenti, hogy a házasság intézményével van gond. Az Európai Unió esetében is vannak jogos problémák, vannak olyan fölvetések, amit reagálni kell, hiszen változtatni kell, vagy esetleg másként mondjuk el. Mondjunk néhány szót arról, hogy az Európai Uniós finanszírozás hogyan segítette Komárom fejlődését, és milyen lesz az elkövetkező években. Az Európai Unió nagyon komoly gazdasági lehetőséget kínál a lakosok számára, nagyon komoly fejlesztési lehetőséget kínál Komárom város számára. Most éppen vannak előkészítésben olyan nagy volumenű projektek, mint a termálfürdő felújítása, és még sorolhatnám, hiszen tényleg nagyon hosszú a lista, hogy mi minden téren használtunk uniós forrást, tehát konkrét, látható eredményei vannak annak, hogy lényegében az Unió különböző forrásokat biztosít, határon átnyúló interreg forrásokat, helyi IRO forrásokat, itt a megújulási alapra is gondolhat, plán obnovis forrásokra is gondolhatunk, tehát tényleg nagyon sokrétű. Az egészségügy terén arra gondolunk, hogy fejlődik a kórházunk, például emögött uniós támogatások vannak, és további fejlesztési tervek vannak, hogy a kórházunk még jobb legyen. Tehát a problémák, a kérdések jogosak, és tudjuk, mi borzolja legjobban az embereket, például a illegális migrációra milyen
választ adunk, amivel foglalkoznunk kell, de azt is láttunk el, hogy most már pedig hiányzik a munkaerő, tehát lehetséges, hogy menjünk csak el a kórházunkba, ha nem volnának munkások, vagy orvosok, vagy nővérkék távolabbra érkezők, akkor nem tudnák ellátni a szolgáltatást. Tehát az észszerűség elvébe bízunk, hogy erről lehet józanul beszélgetni. A Városházán tartott sajtótájékoztatót Keszeg Béla polgármester a sport és mozgás jelentőségéről. Készült egy weboldal, melyen minden információ megtalálható a sportolási lehetőségekről Észak- és Dél-Komáromban. Felmérték, mennyit mozognak a gyerekek városunkban, hogy pontos képet kapjanak a helyi sportolási szokásokról. Ennek eredményei alapján Komárom célirányosan bővíti a lehetőségeket, hogy a város polgárai többet mozogjanak. A tájékoztatón jelen voltak a kezdeményezés támogatói is. Ondrej Gajdács alpolgármester, Szlávik Éva, a Szabadidőközpont igazgatója, Filkó Gabriella, az Ágel Kórház igazgatóhelyettese, és Vilcsek Erik, olimpikon és parlamenti képviselő. Az egész weboldalnak a célja talán az lenne, hogy a város legkisebbjeit és legidősebb polgárait is arra ösztönözzük, hogy a sportra és az egészségre minél többet áldozzanak, és minél jobban teremtsék meg a napi rutinjukban az, hogy sportolnak, akár csak ha 10 percet is, vagy akár egy órát, ez számukra hasznos legyen, és ebben nyújtsunk segítséget, hogy egy áttekintést arról, hogy milyen úton induljon el, milyen irányban induljon el, milyen lehetőséget kínál a városunk. K tejto téme by som naozaj len z vlastných skúseností. Fakt je, že od malička som aktívne športoval výkonnostne. Ezzel kapcsolatban a saját tapasztalataimat szeretném megosztani. Gyerekkorom óta aktívan sportoltam, és annak ellenére, hogy már rég nem vagyok 15 vagy 25 éves, még mindig a sporthoz fűződő élményeimből merítek. Nem csak fizikai, hanem mentális téren is. Az akaraterő és az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésében is rengeteget segített. A sportnak tehát valóban szerves részét kellene képeznie mindenki életének, bármely életkorban. A weboldal tartalmát folyamatosan bővítik a támogatók. A Komáromi Kórház nagyon pozitívan értékelte a polgármester úr felkérését, és örömmel járult hozzá a weboldal szerkesztéséhez. Szeretném kihangsúlyozni, de ez ugye mindenki számára ismert, hogy a mozgás az egy nagyon fontos dolog egészségi szempontból, tehát mindenképpen pozitív hatással van az emberi szervezetre, az emberi lérekre, csökkenti a kardiovaszkuláris megbetegedéseket, javítja a metabolikus betegségek kompenzációját, növeli a fizikai aktivitást, és nem utolsó sorban kapcsolatokat alakít a szociális interakció. Csökkenti a lelki betegségeket. Szeretném hozzátenni, hogy a kórház nem csak anyagilag járult hozzá a weboldal szerkesztéséhez, hanem a jövőben szeretne oktató jellegű videókat vagy különböző anyagokat készíteni, főleg az idősebb korosztály számára. Úgy gondoltuk, hogy a jövőben a rehabilitációs csapatunk segítségével segítjük az oldal működését. Oktató jellegű videókat, anyagokat készítenénk, főleg az idősebb korosztály számára. Szabadidőközpontunk immáron 7. éve csinálja egészen kiskortól a mozgásfejlesztés terápiát a város legkisebbjeinek, és ezen felül pedig megyünk tovább mozgásfejlesztés óvodásoknak, iskolásoknak, és egészen a szenior kategóriáig nyitva áll a tonatermünk, és különböző sportágokat kínálunk a legidősebbek számára is. Iskoláinkon a tömegsportot nagyon nagy százalékban reprezentáljuk, minden adódó alkalomkor megkaparintjuk és megfogjuk a város gyermekeit arra, hogy sportoljanak. Különböző programokat kínálunk számukra, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy nagyon-nagyon nagy létszámban és aktívan részt vesznek most már ezekkel a kínált programokon. A weboldalon az érdeklődők korcsoport, lokalitás és sportágak alapján kereshetnek különböző mozgásformákat. A weboldal ideális eszköz lehet a mindennapi életben, hiszen egy helyen lehet megtalálni a város által kínált konkrét sportolási lehetőségeket. Például, ha valaki kerékpározni szeretne, akkor pontosan láthatja a Komáromban található bicikliutakat, ha kint szeretne sportolni, akkor pontosan láthatja, hogy hol vannak a különböző edzőterek.
Manapság az emberek kényelmesek, hozzászoktak ahhoz, hogy a könnyebb utat válasszák. Ez a weboldal valóban teljesíti azt a célt, hogy mindent, amire szükség van, egy helyen találjuk meg, és szerintem ez nagyon fontos. Az is hatalmas erőny, hogy a városnak sikerült támogatókat szereznie. Így a weboldal a városnak egyetlen euróba sem került. Tehát nagyon pozitív véleményem van a weboldalról, és remélem, hogy az emberek hozzászoknak, minél többet használják majd, és elégedettek lesznek. Bízom benne, hogy a város tovább bővíti majd a weboldalt, és tovább dolgozik majd ezen az oldalon, hiszen látható, hogy a sport nagyon fontos az itt élő emberek számára. A kétnyelvű, mobiltelefonra is optimalizált komsport.eu weboldalon minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát. Szezonnyitó sajtótájékoztató keretén belül nyilatkozott Radványi Miklós, a KFC férfi csapatának edzője. A csapat egy rövid szünet után újra kezdte edzéseit, hogy felkészüljenek és jól tudjanak teljesíteni az első ligában. A játékosok egy héttel ezelőtt megkaptak individuális tervet, ami szerint készültek. Holnap megcsináljuk a teszteket, kíváncsi vagyok, hogy a házi feladatot ki hogy végezte el. És természetesen egész héten két fázisosan fogunk edzeni. Ugye a nyári fölkészülés az nagyon rövid, úgyhogy nincs túl sok időnk arra, hogy a állóképességgel és ezekkel a dolgokkal foglalkozunk. Úgyhogy tulajdonképpen ez a hét fog szolgálni arra, hogy fizikálisan a csapatot arra a szintre juttassuk, amit az első liga megkíván. Úgy, hogy a másik ligában, most is a környezőbeli falukban fogunk, Szentpéteren, Aranyoson és a Magyar Komáromban fogunk átjárni edzeni. Radványi Miklós beszámolt a csapat összetételéről is. A csapat gerincét megtartottuk, természetesen tudjuk, hogy az első ligában tapasztaltabb játékosokra is szükségünk lesz, azon dolgozunk, hogy ezeket a játékosokat ide tudjuk hozni Komáromba. Információim szerint 5 játékos már aláírta a szerződést velünk, a többin dolgozunk, úgyhogy én szerettem volna mindegy, hogy 6-8 új játékost hozni, bízok benne, hogy akiket amilyen névsort láttam, abból sikerül ezeket kiválasztani, és tényleg egy olyan csapatot tudunk összerakni, amelyik megállja helyét az első ligában. Mint minden újonc az elsőben, az elsődleges cél a bentmaradás lesz természetesen. Tudjuk, hogy az első és a második liga között azért nagy a különbség, és természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a keretet úgy alakítsuk ki, hogy az első ligában is megállja a helyét. Tudjuk, hogy a sorsolása újoncnak mindig a legnehezebb csapatokkal kezdünk a Bajnok Szlovannal, utána Dunaszerdán játszunk, Nagyszombat, úgyhogy a kezdet biztos megmutatja majd, hogy a csapat milyen szinten van. Én ennek örülök is, hogy a legnehezebb ellenfelekkel kezdjük a bajnokságot, és én úgy gondolom a 5.-6. forduló után fogjuk tudni, hogy hol vagyunk, hol a helyünk. A városunkban épülő sportkomplexum, mely többek közt stadiont, öltözőket és edzőpályákat biztosít, hamarosan elkészül. Így a 2025-ös tavaszi szezont már városunkban kezdhetik a játékosok. Komáromban június derekán zajlott a 66. komáromi nagydíj, a kajakosok és kenusok nemzetközi versenye. A kiváló élsportolókat kinevelő komáromi kajakkenu klubban számos fejlesztés valósult meg. A viadalt megelőző napon például több funkciós sportpályát adtak át. Megújult multifunkcionális pályánkon állhatunk, amely városi támogatásból, illetve a szlovák sportalap támogatásából valósult meg. Az előbbi 35.000 euró értékben, míg az utóbbi 75.000 euró értékben támogatta a projektünk megvalósulását, melynek köszönhetően naponta több száz gyermek használhatja a megújult infrastruktúrát, ahol akár több mint 4-5 sportágat lehet végezni,
hiszen fociról, kosárlabdáról, röplabdáról, teniszről is beszélhetünk. Komárom városának valamennyi alapiskoláját teljes mértékben bérmentesen használatba veheti a megújult infrastruktúrát, illetve nagyon intenzíven együtt dolgozunk a Komáromi Szabadidő Központtal, aki szinte heti szintű felhasználója. És nincs is annál nagyobb öröm, amikor azt láthatjuk, hogy gyerekekkel van tele, sportolókkal vele van tele a klub, és egy igazi klub élet zajlik, hiszen a kajakosoknak is volt egy hagyománya, amikor egy kajakos több sportot is űzött egyszerre, a hétvégeket, a délutánokat együtt töltötték, és pont ezt szeretné a jövőben is támogatni az önkormányzat, hogy minél több gyerek jöjjön ki, sportoljon, mozogjon. A projekt keretében továbbá kültéri edzőterem létesült, az épület belsejében pedig a légtechnikát és a tanmedencét fejlesztették. Ez pedig már maga a verseny. Idén az árvíz miatt kevesebb versenyszámban mérték össze az erejüket a sportolók. A nehezített körülmények ellenére is három ország közel 400 versenyzője. A vág áradása véget sajnos az 500 méteres távokat kénytelenek vagyunk megszüntetni. Tárólag 5000 méteren versenyeznek a 13 évestől idősebb korosztályú versenyzők, míg a gyermekek, azaz a 8, 9, 10, 11 és 12 éves korosztály számára a szokásos 2000 méteren történik majd a verseny. A Komáromi Naddíj az egyik legnépszerűbb, legnagyobb tömegeket megmozgató verseny a Szlovák Kupa sorozatban. Városunk színeit idén 55 versenyző képviselte. Minulý rok som bola v septembri na olimpijských nádejach. A múlt év szeptemberében részt vettem Poznányban az olimpiai reménységek versenyén, ahol a B csoportban a 8. helyen végeztem. Idén egyelőre a szlovák hosszútávos bajnokságon K2-ben másodikok lettünk. A mostani nagy díjon sajnos 500 méter után megfürödtem, nem ment jól a verseny, nagy volt a hullámzás, nem tudtam megtartani a hajót és a vízben kötöttem ki. Som dvakrát majster Slovenska, raz na K2 5000 metrov a raz na K4 500 metrov. Kétszeres szlovák bajnok vagyok, egyrészt a K2 5000 méteren, valamint a K4 500 méteren, és tavaly részt vettem az olimpiai reménységek versenyén Poznanyban, ahol a K2 B döntőjében Máté Marsallal a második helyen végeztünk. A körülmények szörnyűek, nagyok a hullámok, úgyhogy megfürödtem. Bízom benne, hogy jövőre másképp lesz, de vár még rám a K2-es verseny, amelyben remélem érmet szerzünk. Ez ugyanis a terv. És úgy is lett. Matyei társával, Tóth Mihállyal megnyerte a K2 kadét korosztály versenyét. A legsikeresebb komáromi versenyző Ódor Alex lett, aki két versenyszámban is győzedelmeskedett. A csapatversenyben a házigazda, a Komáromi Kajak Kanoe Klub nyert. Versenyzői összesen 12 érmet szereztek. A csapatok versenyében a második helyen a pőstjéni, a harmadikon pedig az érsekújvári kajakosok végeztek. A Rétei Vidám Színpad rejtő estjével indult a műkedvelő színjátszó csoportok országos sereg szemléje az 59. évfolyamába lépő Jókai Napok. A fesztiválnak otthont adó Egressi Béni Városi Művelődési Központban megtartott előadás előtti megnyitó ünnepségen Keszeg Béla polgármester is köszöntötte a fesztivál résztvevőit, az ország különböző részéből érkezett felnőtt és diák színjátszó csoportok tagjait. A négynapos fesztivál ideje alatt 8 színjátszó csoport mutatkozott be, akik előadását nem csak a közönség, hanem a szakmai zsűri is értékelte. Színházi fesztiválon a zsűri mindig a színházi minőséget figyeli, mint olyat, amivel az a gond, hogy nem mérhető. Tehát nem mérhető se kilóra, se semmilyen mértékegységgel, de megvannak azért a színpadi alkotásnak azok a szabályai, amiknek az alapján értékelhetők az egyes előadások, a dramaturgiai, a színészi munka, a rendezői, tehát a csapatmunka, hogyan sikerült a színpadi jeleket használni, milyen színpadi formát sikerült kialakítani. Tehát ennek megvannak a szakmai kritériumai, és hát ezek alapján, ami... Pont az ilyen változatos kínálatnál kicsit nehezebb, mert különböző műfajoknál úgy tűnik, hogy egy picikét másak a kritériumok, de azért úgy gondolom, hogy megvannak azok az alapértékek, amiket figyelembe kell venni, és amik alapján
Igazából annyira nehéz, úgy gondolom, hogy nem volt a döntés. A fesztivál fődíját a Kassai Iparisták diákszínpada nyerte el, a Nívó díjat pedig megosztva városunk két diákszínjátszó csoportja, a Mariánum Egyházi Iskola Központ, meg plusz diákszínpada és a Sej János Gimnázium Gimis diákszínpada kapta. Hát ez mindig fantasztikus érzés, és nagyon, nagyon kettős, mert ugye gyakran én vagyok a konferenc, és nagyon nehéz ezeket a dolgokat bemondani, úgy ott állva, hogy maradjon az ember farccal, de közben meg nem bírja visszatartani az örömkönnyeket. Hát természetesen ez fantasztikus érzés, hogyha valami olyan születik meg, valami olyan csoda diákokkal, amit még ráadásul a zsűri is értékel szakmailag. A Nívó díj mellett a legjobb férfi és női epizód alakítás díjat is a komáromi Gimis tagjai érdemelték ki, és a külön díjak közül is egyet a Mariánum Egyházi Iskola Központ csoport vezetői vehettek át. A Komenszky utcai alapiskola büszke arra, hogy évek óta külföldi kapcsolatokat tart fenn a Csehországban található Blansko iskolájával, valamint egy budapesti iskolával is. Minden évben van egy találkozó valamelyik városban. Idén ez Blanskóban volt. S našimi družobnými školami sa stretávame už viac ako 13 rokov. Čo nás mrzelo tento rok je to, že družobná škola z Maďarska si to z ekonomických dôvodov nemohla dovoliť, takže sme mali teraz také oklieštené len dvojstretnutie. Több mint 13 éve találkozunk partneriskoláinkkal. Idén dupla találkozót tartottunk. Meghívást kaptunk a csehországi Blanskóba, amit örömmel elfogadtunk. Barátságos iskola vagyunk, ezért szeretünk volna új kapcsolatokat, barátságokat kialakítani. Három napig vendégeskedtünk csehországi testvéreinknél. A gyerekek különböző sportágokban, atlétikában és csapatsportokban versenyeztek, és volt egy művészeti versenyünk is. Meghívtak minket a Morva Karstba is. Sikeres rendezvény volt. A gyerekek nagyon élvezték a látogatást. A kisebb gyerekek már nagyon várják, hogy jövőre is részt vehessenek. A nagyobbak pedig szomorúak, hogy elhagyják iskolánkot, és ez a találkozó volt az utolsó számukra. Už cesta do Blanska bola veľký zážitok, veľa sme sa zabávali. Már a Blanskóba tartó utunk is nagyszerű élmény volt, és jól éreztük magunkat. Csapatsportokban versenyeztem, ahol nyertünk, a futóversenyen pedig második lettem. Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk ezzel az iskolával, és rögtön barátságot kötöttünk. Nagyszerű élmény volt. Celkovo to bol veľký zážitok. Boli sme pozrieť prípas Macocha. A jak sme tam došli, tak doslobokká bola. Elmentünk megnézni a Macocha nevű szakadékot, és amikor odaértünk, kiderült, hogy nagyon mély. Néhányon féltünk belenézni. Két kilátópont volt a helyszínén, és mindkettőt megnéztük. A barlangba is terveztünk bemenni, de mivel esett az eső, magasan álltott a víz, így tilos volt a belépés. Azt mondták, hogy jöjjünk vissza máskor, mert egy nagy élmény ezt megnézni. Veľa si z toho zoberete. V Blansku sme boli ubytovaní v základnej škole, v triedách. Prvá noc bola troška horšia, lebo sme neboli ešte zvyknutí. V Blanskóban egy alapiskolában voltunk elszállásolva. Az éjszaka egy kicsit rossz volt, mert nem voltunk hozzászokva ahhoz, hogy a földön aludjunk hálózsákokban. A második éjszaka jobb volt, mert a versenyek után jobb hangulatban voltunk. Versenyeztem távolugrásban, ahol első lettem, és második helyet szereztem meg az ugráló kötelezésben. Kosárlabdában másodikok lettünk, bár szerintem ez nem volt igazságos. A skoku na šiadle bolo super o trochu lepšie odo mňa. Podľa mňa tvoriť takéto stretnutie má význam, pretože... Véleményem szerint az ilyen találkozók azért fontosak, mert új barátságok alakulnak ki, fejleszti a közösséget, és jobb kapcsolatot tudunk kialakítani a sporttal. Ha jövőre lesz, mindenképpen ott szeretnénk lenni, megéri elmenni a rengeteg élményért. Köszönjük, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, tegyenek így a jövő héten is. Ismét az aktuális történések összefoglalójával készül majd a Komáromi Televízió szerkesztősége. A viszontlátásra!